16 és 19 évesen egyedül átrepülni a Földet? Egy testvérpárnak ez sikerült, előbb a 19 éves Zara, majd a 16 éves meg is teljesítette az elképesztő kihívást. A nem mindennapi rekordot most egy rangos elismeréssel is díjazták. Ez az a pillanat, amikor a 19 éves Zara Rutherford elindult föld körüli útjára 2021. augusztusában, hogy 5 hónappal és több mint 51 ezer megtett kilométerrel a háta mögött a világ legfiatalabb női pilótájaként landoljon, aki egyedül repülte körbe a Földet. Néhány hónappal később trónfosztás történt, ám a fiatal lány ezt egyáltalán nem bánta, ugyanis az öccse happolt el előle a legfiatalabb pilóta Guinness rekordját. Mac Rutherford még csak 16 éves volt, amikor útnak indult a bolgár fővárosból, Szófiából. A fiatal pilóta 52 országot és 5 kontinenst érintett az útja során. Az elképesztő teljesítmények után most rangos elismerést vehetett át Zara és Mac Rutherford. Sir Henry Seagrave szellemében a földön, a tengeren vagy a levegőben kell valami elképesztő teljesítményt elérni a trófea elnyeréséhez. Zara és Mac valami egészen kivételes dolgot tettek, ezért nagyon örülünk, hogy ők kapták meg a trófeát. A díjat először 1930-ban ítélték oda, a repülés úttörői vagy a motorsport nagyjai kaphatják meg. A korábbi nyertesek névsorában szerepel a többi között Lewis Hamilton is. Korábban mindössze 4 nő nyerte el a Seagrave trófeát. Az, hogy megnyertük a testvéremmel ezt a trófeát, elképesztő. Ha megnézem a korábbi nyertesek névsorát, akkor elképedek, hogy mi lehetünk a következők. Erre nincsenek szavak. A 19 éves lány a középiskola befejezését követően még az egyetemi tanulmányai megkezdése előtt gondolta úgy, hogy megvalósítja a gyerekkori álmát és körberepüli a Földet. Zara elmesélte, hogy voltak csodálatos pillanatok az út során, de olyan helyzetek is, amikor féltette az életét. Az elképesztő volt, mikor átrepültem a New York-i Central Park fölött 1000 méter magasan. Nagyon klassz volt. Láttam egy aktív vulkánt Izlandon, látni az izzó lávát is hihetetlen élmény volt. Voltak mély pontok is, például jó néhány zivatarom volt, vagy Szingapurban a turbulencia, ott akkor azt hittem, kiugrok az ülésből. A mínusz 35 Celsius fokos rendkívüli hideg Szibériában is szintén nehéz volt. A gyerekek szülei is pilóták, így gyakorlatilag a levegőben nőttek fel. Az egyik legnehezebb része volt az utamnak, amikor átkeltem a csendes óceánon, és egy lakatlan szigeten kellett leszállnom. Az utam legstresszesebb és legnehezebb része volt, de egyben csodálatos is volt, hiszen ilyen helyen még soha nem jártam. A testvérek egyelőre nem tervezik, hogy ismét hosszabb útra induljanak.